Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a önkormányzati képviselőtestületét, tisztelt elnökasszony, képviselőasszony, képviselőurak. Szeretettel látjuk Önöket a május havi soros tanácsülésünkön. Napirend előtt szükséges, hogy ülésvezető elnököt válasszunk, mivel az utolsó ülésvezető elnökünknek, Pál Leventének lejárt a 3 hónap, úgyhogy kérem, hogy tegyenek javaslatot az ülésvezető elnök személyét illetően. Pál Szilágyi Zoltán, frakcióvezető. Kórtész Attila, hogy kérem, akkor szavazzanak arról, hogy kiért egyet azzal, hogy a következő 3 hónapban Kótec Attila az RMDSZ frakció tagja legyen az ülésvezető elnök. Köszönöm szépen. Kedves Attila, kérem, foglalj el a helyet. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, minden kollégát a mai gyűlésünkön, és először el is szeretném terjeszteni a múlt havi jegyzőkönyvnek az átfogadása. Valakinek esetleg valami hozzászólni valója, melléfűzni való, hogyha van, akkor kérem most szóljuk. Hogyha nincsen, akkor kérem átfogadása, ki van mellett, hogy átfogadjuk a jegyzőkönyvet. Egyébként köszönjük szépen. Adom a fogalmányomnak a napirendi fogadása. Elnök úr, köszönöm a szót. Még a napirendi pontokra való térés előtt először szeretném bejelenteni hivatalosan itt az önkormányzat testület előtt, hogy Bodos falufelelőst választott Gáspár Jenő személyében. 51 leadott szavazatból 51 szavazta meg azt, hogy Gáspár Jenő képviselje falufelelősként ezután Bodos településünket, ahonnan az elmúlt önkormányzati választáson nem jutott mandátumhoz ottani lakóhelyű, ottani illetőségű személyi. Gáspár Jenőt nyilván mindenki ismeri, a korábbi ciklusban az RMDSZ frakciónak volt a tagja, azelőtt falufelelős. Én megköszöntem Bodos bizalmát, hogy egyöntetűen támogatta Gáspár Jenőt, neki jó munkát, sok sikert kívánok, és ezután mindig szeretettel várjuk ezen a soros és rendkívüli üléseket. Szintén napirendi pontra való térés előtt szeretném elmondani, hogy kezdeményeztünk a Gál Mózes iskola és a Baróti Szabó Dávid iskola diák tanácsaival közösen egy fordított napot, amelynek a bevezetője zajlik most, amikor egy napra a diákok a saját maguk köréből választott önkormányzat révén átveszik a város irányítását idézőjelben. Erre egy általuk meghatározott a következő 2-3 hétben sorra kerülő alkalommal kerül sor. Ebben a pillanatban azon a programon vesznek részt, hogy az elmúlt másfél órában irodáról irodára jártunk, és bemutattuk nekük, hogy hogyan működik a polgármester hivatal és szakapparátusa, és most azért vannak itt, hogy közönségként figyelemmel kísérjék ennek a tanácsülésnek a lebonyolítását, hiszen a következő alkalommal ők lesznek, akik itt ülnek a mi helyünkben, először még idézőjelesen virtuálisan, de nyilván, hogy a majdani önkormányzatoknak valamelyikében ők is szerepet fognak vállalni. Tisztelt képviselőasszony, képviselő urak! Szeretném bemutatni a mostani tanácsülésünknek a napirendi pontjait a következőképpen. A kiküldött napirendben 6 pont szerepel. Szeretném, hogyha még 2-vel most meg tudnánk toldani, sürgősségi esetekről van szó, és természetesen azokat is felolvasom most. Az első napirendi pontunk a költségvetésünk 2020-as zárszámadásának az elfogadásáról szól. A második napirendi pont az első negyedévi költségvetésű végrehajtás zárszámadása. A harmadik napirendi pont azoknak a vissza nem térítendő támogatásoknak a programját és a pályázati kiírását szeretném ismertetni és elfogadásra javasolni, amelyet a 2021-ben esedékes kulturális és sporteseményekre megpályázhatnak azok a civil egyesületek, akik a baróti közigazgatási területen szeretnék ezeket a programokat megvalósítani. A negyedik napirendi pont az egyházaink elismert vallásfelekezeteink számára nyújtandó támogatási formák elosztási szabályozásáról szólna. Az ötödik napirendi ponton egy beruházást indítunk el a Felsőrákosi Szennyvíz Hálózat
megvalósítására elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, és erről kell határozunk. A hatodik napirendi pont három újabb, a költségvetési gyűlés keretében már előzetesen jóváhagyott, elindítása jóváhagyott beruházásunk konceptuális jegyzékének és tervtémájának a jóváhagyásáról lesz szó. A hetedik napirendi pontot a Translok RT igazgatóurának a kérésére vettük be, aki szeretné, hogyha jóváhagynánk, mint a Translok RT tulajdonosa, az önkormányzat jóváhagyná, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nyitott garancia alap segítségével indítson egy hitelvonalat. A nyolcadik napirendi pont pedig a baróti városi kórház organogrammájának és státusjegyzékének módosításáról szól. A kilencedik napirendi pont a különfélék. Tisztelt képviselőtestület, javaslom elfogadásra, és kérem akkor elnök urat, hogy szavaztasson róla. Kérdezem a tanácsoktól, hogy az a módosított formában elfogadják a napirendi pontokat, kiírt vele egyet. Köszönjük szépen, egyetetlen. Köszönjük szépen. Megkérem a fogásolat, hogy mutassam az első napirendi pontot. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, a 2020-as esztendő zárszámadásának a jóváhagyásáról van szó az első napirendi ponton. Ugye ezt trimeszterenként jóvá hagyta már a képviselőtestület, a 2021 utolsó negyedévére vonatkozott ez a képviselőtestület hagyta jóvá az év elején. Most, hogy lezárult teljes egészében a 2020-as költségvetési év, néhány összeget, néhány sarokszámot olvasnék fel. Az utolsó módosítással a tavalyi költségvetés 43.750.000 lejes bevételi összeget mutatott, a kiadási részén pedig 42.520.510. Tehát ez a költségvetési keret volt. Ebből meg volt valósítva a bevételek szintjén 19.878.712 lej, és a kiadások szintjén pedig 20.421.179 lej. Ennek a különbsége, amit deficitként tüntettünk fel, 542.467 lej. Mit jelent ez a különbség a tervezett költségvetés és a megvalósított költségvetés között? Mindazokat a kínlevőségeket, amelyeket vagy a fizetésképtelenségben, vagy a csődben lévő cégektől nem tudtuk felhajtani, ennek az összege közel 15 millió lej, és azok a kínlevőségek, amelyekkel fizikai és magánszemélyek tartoznak, és a jogi személyek tartoznak a város költségvetésében, különböző adók és illetékek formájában, ez összesen 18.564.035 lejt tesz ki. Ezt a költségvetésbe fel kell vegyük, mert hogy igényt tartunk rá, csak akkor tarthatunk igényt, hogyha feltüntetjük. Ezeknek a begyűjtésére a kínlevőség esetében megvan a reményünk, a fizetésképtelen és csőd helyzetben lévő cégek esetében pedig bírósági végrehajtók rendelkeznek róla. Ami az alárendelt intézményeket illeti, négy ilyen alárendelt intézményünk van, három tanintézmény, valamint a kórház. A kettes, a B pontban ezeknek az összegeknek látjuk a kimutatását, 12.655.086 lej bevételt és 12.648.536 lej kiadást regisztráltunk. Ezért a költségvetés többlete, amit már többször elhangzott korábbi tanácsüléseken, 2.240.542 lej, amelyet az április 23-ai költségvetési határozatunkkal teljes egészében az új beruházások között elosztottunk. E fölött négy tétel van, amely még költségvetésen kívüli összeg ott szerepel és tovább kell vigyük. A szemétdom bezárására félretett összeg 9.855 lej, amelyet csak bizonyos az a összefüggő költségek kifizetésére használhatunk. Különböző munkálatok jótállási garanciájának az összege 43.454 lej, illetve már határoztunk arról április 23-án, hogy a Gálmozás iskolánál megmaradt 1469 lejes többletet, és a Cimbora óvónál megmaradt 6550 lejes többletet az idén az illető tanintézmények felhasználhatják. Ennyi lett volna a bemutató, nyilván, hogy önök egy több tíz oldalas részletes kimutatást kaptak, bármilyen kérdésük van ezzel kapcsolatosan, erre akkor az intézmény kövendője tud pontos választ adni. Köszönjük szépen, Urasok! Az egyes szakbizottságot kérdezem, hogy véletlenül ezt a napirányi pontot. Szakbizottságot adjolt és átmondásra javasolni a tanácsolatot. Köszönjük szépen! Valakinek
hozzászólás, a kérdés a polgármester úrhoz a napirendi ponttal kapcsolatosan. Hogyha nincs, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pont, hogy előtárászra elfogadjuk? Egyértelműen köszönjük szépen. A másik napirendi pont, második napirendi pontot még rövidebben mutatom be. Az első évnegyed költségvetési jóváhagyásáról van szó. Tudni kell, hogy mivel az első évnegyedben, tehát január-március hónapban nem rendelkeztünk jóváhagyott idei költségvetéssel, nem haladtuk meg azt a szabályt, miszerint minden hónapban az előző évi költségvetés 1/12 részét tudjuk elkölteni. Nem is értünk ennek az összegnek a közelében sem, hiszen általában téli hónapokról van szó, amikor sem nagyobb közmunkálatot, sem pedig nagyobb karbantartási munkát nem végeztünk, jóval alatta marad, a számokat önök megkapták mellékletben, javaslom ezt is elfogadásra. Köszönjük szépen! Csak az egyes szakbizottságot kérdezik, hogy véleményezzen a pirányokon. Szakbizottság megtartott és elfogadásra javaslom. Köszönjük! Valakinek hozzászólás a pirányokonhoz? Kérdés. Hogyha nincsen, akkor kérdés szavazzunk, ki van mellett, hogy a felvételező formában elfogadjuk a pirányokonhoz. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! A harmadik napirendi pont a kérdés. A harmadik napirendi pont arról rendelkezik, hogy az önkormányzatunk által jóváhagyott 120 ezer lejes sport eseményekre, 30 ezer lejes kulturális eseményekre szóló összeg elköltési módozatát és a pályázati felhívást mindenfajta formalisztikával együtt az önkormányzat jóváhagyja. Ezek azok az összegek, amelyek a 2021-es költségvetésben sport és kulturális tevékenységre állnak rendelkezésre. A tanácshatározat mellékleteként a kidolgozott programot, a kidolgozott pontozási kritériumokat mindenki megkapta. Szeretném azt a módosítást tenni a kiküldött anyaggal kapcsolatosan, hogy nem csak azok az egyesületek pályázhatnak, amelynek a székhelye a mi adminisztratív területünkön van, hanem azok, amelyek az illető programot akarják megvalósítani. Ez korábbi esztendőkben is volt egy ilyen probléma, és volt, amikor kellett módosítani a prefektúra jelzésének megfelelően, tehát mondom, nem a székhely számít, hanem a programot szeretné megvalósítani. Látják önök a pontozási kritériumokat, és azt is, hogy külön kulturális és sport eseményekre el van különítve az összeg. Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet, hogy olyan egyesületek pályázzanak olyan programokra, amelyek dupla finanszírozás gyanúj alatt nem állnak, tehát majd fogjuk közzétenni ezt is, hogy aki megyei tanástól vagy más intézménytől, aki finanszíroz ilyen tevékenységet, szeretne még pénzt pályázni, az előre nyilatkozza, és az elszámolásban nyilván csak egy finanszírozási forrásnak az összegét lehet elszámolni. Ennyi lett volna az én bemutatom, bármilyen kérdésre természetesen felelik még. Köszönjük szépen, Fogas. A hármas szakbizottságot kérdezem, hogy véleményezte a napirendi pontot? A szakbizottságban tárgyaltuk, és az előterjesztett formában javasoljuk elfogadás. Köszönjük. Valakinek kérdése, hozzászólás a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk a napirendi pontot? Köszönjük szépen, egyértelműen. Négyes napirendi pont. A negyedik napirendi pont annak a költségvetési határozatunkban 25 ezer lejként megállapított összegnek a szétosztásáról szól, amelyet a mi egységünkben működő vallásfelekezetek igényelhetnek. Volt egy tárgyalásom két nappal ezelőtt a vallásfelekezetek vezetővel, a lelkészekkel, ismertettem előttük ezt a programot. Ez nem pályázat szerűen megy, hiszen van egy 82-es kormányrendélet 2001-ből és egy 1470-es kormányhatározat 2002-ből, amely pontos módalitását mindenfajta pénzügyi támogatásnak megszabja. Mi a saját szabályzatunkban kivettük azt, ami ránk érvényes, hiszen az a bizonyos kormányrendelet az országos költségvetésből, a megyeiből és a helyi költségvetésekből odaadható finanszírozásokat is szabályozza. Nyilván ránk csak az érvényes, ami a városi költségvetést illeti. Ezek 2017-ben volt egy utolsó, egy ilyen nagyobb összeg a felelásfelekezetek rendelkezésére bocsátva. Reméljük, hogy ezután minden évben tudunk kisebb vagy nagyobb összeget az ő megsegítésükre bocsátani. A leírása ennek a szabályzatnak az önök kezében van, megkapták, és azt is, hogy mellette milyen nyomtatványokat kell kitöltsenek, úgy a kérés fázisában, mint az elszámolás fázisában. Ha bárkinek van valamilyen kérdése, szívesen állok rendelkezésre. Köszönjük szépen!
Kérdezem a három szakbizottságot, hogy vélemény ezt a napirendet? Tárgyaltuk a szakbizottságban, és az előterjesztett formában javasoljuk elfogadás. Köszönjük. Valakinek kérdése hozzászólása a napirendet? Hogyha nincsen, kérem szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a napirendet az előterjesztett formában? Egyöntetjárt, köszönjük szépen. Az ötös napirendi pont mellett. Az ötös napirendi pont a felsőrákosi szennyvízrendszer megvalósítása és ennek a technikának veszem a segítségét igénybe ahhoz, hogy kivetítsek néhány adatot, illetve rajzot. Tessék? Igen, azt nézem, hogy valami van, mert itt bogyócska a szakember, de úgy néz ki akkor. És hol van bogyócska? Itt is van. Elkészült a dokumentáció. A dokumentációt a Total Project Group Kft. Udvarhely illetőségű tervezőcég készítette el, ugyanaz, amely a felsőrákosi vízrendszernek is elkészítette a tervét. Ragaszkodtam hozzá, hiszen nyilván sokkal könnyebb és minden utólagos problémának kevesebb az esélye, hogyha ugyanaz tervezi a víz és a szennyvízrendszert. Készen van a dokumentáció papírformátumban, megtalálható a hivatalban, de nyilván, hogy elektronikus formátumban is ideadták, és akkor ezt szeretnénk bemutatni. Hogyha ezt a térképet nézzük a mindannyiunk által ismert Google Föld részét, akkor látjuk, hogy hol van ez a bizonyos hálózat. Felsőrákos falu itt helyezkedik el, és a főutat rajzoltam be, tehát a Szálldobos felüli végétől le a főúton, a falu végéig tart a rendszer, amely összeszedi az ott keletkezett szennyvizet. A híd, a Kormospatakon átívelő híd és egy technika telep közötti műszaki úton, amelynek községi besorolása van, érkezik meg nyomással a technika telepre, onnan szabad eséssel bemegy a technika telep és a 131-es megyei út kereszteződésébe, és itt egy másik pumpaállomással feljön és a vakszektető mögött elhelyezkedő szennyvíztisztító állomásunkba jelenik meg a felsőrákosi szennyvíz. Ugyanaz a rajz, csak most már a műszaki digitalizálása, tehát látjuk, hogy felsőrákos teljes belteltének minden utcája benne van, megtalálható ebben a rendszerben. Vannak pumpaállomások, összesen 5 pumpaállomás. Amúgy a rendszer gyűjtőfázisa 4798 méter, és pumpaállomás található legelőször is a Malom utca végén, ahová gravitációsan befolyik a víz és onnan vissza egy pumpába, akkor az úgynevezett halpiac környékén egy másik pumpaállomás. Harmadik pumpaállomás található egy kis utcában, a kultúrotthonnal szemben. Tájcsolja. Negyedik pumpaállomás található a falu végén, és innentől átfúrással, tehát egy 103 méter hosszú átfúrással átmegyünk a Kormospatak alatt és a 38-as községi út alatt is. Innentől egy összesen 3350 méter hosszú nyomóvezetékkel pumpáljuk fel egy 125 mm átmérőjű polietilén csőben pumpáljuk fel a technika telepre, és onnantól tovább a szennyvíztisztítóba vizet. Itt van egy beiktatott másik pumpaállomás a megyeünk mellett, ahova egy másik projekttel meg fog érkezni majd a köpeci szennyvíz is. És még egy érdekesség, ami meg is drágítja a beruházást, hogy ebben a zónában
egy újabb 430 méteres föld alatti irányított fúrást kell végezzünk, és úgy vezessük a 125 mm hosszú vagy vastag polietilén csövet, mert hogy ott van Erdővidék nagy trafóállomása, és az út alatt annyi kábel vezet keresztbe és hosszába, hogy csak így kapunk jóváhagyást az öreg kitartó. A beruházás műszaki adatai, ez most kevésbé látszanak, próbálok évesíteni rajta. De ennek a technikának úgy látom ez a felső határa. Tehát itt, amit esetleg önök nem látnak, de én tudom, hogy 4798 méter gravitációs rendszerről van szó, 5 pumpállomásról, 3510 méter nyomóvezetékről, és összesen 331 háztartást lesz rácsatlakoztatva, tehát mindenütt, ahol van a már megvalósított vízrendszer esetében csatlakozás, ott mindenütt lesz szennyvízcsatlakozás is. A projekt költségvetése áfa nélkül 6.603.000 lej, amelyből az építkezési része 5.319.000 lej. Ezeket a műszaki adatokat és gazdasági adatokat szerettem volna bemutatni. Én úgy gondolom, hogy Felső Rákos ebben a pillanatban, hogy rendelkezik vízzel, azzal a problémával tud, és már is megjelentek azok a panasztételek, hogy szomszédok egyik a másikat bepanaszolják, mert hogy létrejött a vízrendszer, fürdőszoba kép került kialakítása, megnövekedett a szennyvíz mennyisége, és egyre több a panasz, hetente érkezik be, hogy a szomszédnak az árokba megjelenő szennyvíze zavarja az embereket. Most természetesen meg lehet tenni, hogy mindenki készítsen magának szennyvízgyűrűt, de hát sokkal értelmesebb, hogyha mi lépünk, mint önkormányzat. Gyűjtsük be a szennyvizet, hozzuk fel a baróti tisztítóba, és ezáltal a környezeti terhelést vegyük le a faluról, a falu altalaj vízkincséről, és ha ezt megvalósítjuk, akkor be tudjuk fejezni a 38-as községi út főutcai szakaszának a modernizálását is, és ezáltal azt hiszem, hogy az életszínvonal és az életminőség Felső Rákoson egyet fog emelkedni. Köszönjük szépen a Virándokon bemutatása. Kérdem a egyesztők minőtjából ezt a véleményben a Virándokon. Köszönöm, hogy hallgatok és megfordulásra. Köszönjük szépen. Kérem a Kettősebb Bizottságot is. Kettősebb Bizottság is találja a felfogadásra. Köszönjük szépen. Valakinek hozzászólása, kérdés a Virándokon kapcsolatosan, hogyha van. Nekem lenne itt egy kérdés, tehát két kérdésem igazából. Hát az a kérdés, átnéztem a dokumentációt, tehát az út, tehát úgy néztem, hogy a főút mellett egy elér, ahogy leszett jól, tehát egyik felén az útnak. Nem, a főút alatt. Főút alatt. Igen, tehát keskeny az út, és nem lehet megoldani, hogy a sáncon kívül lehessen a kontinuitását a vezetéknek az egész falu, vagy pedig értelmes nagy szakaszokban biztosítani. Éppen ezért a főút alatt lesz. Ez a tárgy egyrészt azért is költségesebb, mert bele van foglalva a mostani úgynevezett kötőréteg aszfaltnak a feltörése és visszaaszfaltozása, és utána majd jön a főutat teljesen beborítókoltató réteg. Ja, pont ez volt, hogy van az aszfalt, meg van a sáncok, ugye most ki is vannak betonozott, akkor szerintem a sáncoktól megy a bekötés majd az egyénekhez, azok a betonozások, keresztbe álltunk és vissza fogjuk betonozni. És annak a költsége benne van. A sáncok alatt azért nem lehet, mert ugye időről időre aknak kell, tehát hogyha hosszában nézzük a sáncot, akkor azt nem lehet, hogy 20-30-50 méterenként egy aknak kiemeljük a sáncot, tehát a sánc kialakítása, a vízlefolyásnak megfelelően van, és az meg kell maradjon. A sánc és a ház között a legtöbb helyen nincs elég hely, illetve olyan közeli ásás feltételezünk, itt ugye gravitációs vezetékről van szó, gyűjti vezeték esetében, vannak olyan helyek, ahol akár 3 méterig is le kell ásni, és egy sánc és egy ház alak között, hogyha leásunk, akkor veszélybe kerül az ingatlannak a stabilitása. Akkor a másik kérdésem között, hogy tehát lesznek ezek az aknák, amit láttam, be van téve pár aknak, tehát ezek akkor gondolom nem megint ilyen műanyag aknák lesznek, minden a vízvezetékünk, hogy beton, úgy láttam, betontetejű aknák lesznek, legalábbis így van beírva a dokumentáció. Tehát mindegyik betontetejű akna lesz, amelyik a fővezetékhez tartozik, amelyik csatlakozási akna, azok változatos, tehát összesen 331 ilyen aknáról beszélünk, 295 akna
ez a nekaroszábír típusú, amelyet a járófelületen kívül lehet elhelyezni, és a maradék 36 pedig olyan, amin járműforgalom is történik. Jó, a harmadik kérdés, tehát ez igazából honnan kezdődik majd a tulajdonosoknak a hozzájárulása? Tehát meddig fog elmenni az a pályázatból levő csővezeték is? Tehát az akna után, az akna benne van, az akna benne van, így terves, onnan tovább kerüljük a tulajdonos. Így van. Köszönöm szépen. Valakinek, hogyha még kérdése, ha nincs, akkor kérem a tanácsot, hogy fogadjuk el, tehát szavazunk a napirendi pontról, ki van mellett, hogy elfogadjuk az elitelezett formában. Egyébként, köszönjük szépen. Kérném akkor a hatos napirendi pontban utatásnak. A hatos napirendi pontban három korábban elhatározott beruházás konceptuális jegyzékét és tématervét hagyjuk jóvá. Az első a Vibarszfalva Bodosi közös víz és szennyvízhálózat kiépítése. Mint ismeretes, egy POIM nevezetű nagy projekt keretében a kimondottan a víz hálózat bővítését egy megyei szintű projekt már elkezdte és tárgyalja, viszont a finanszírozási lehetőségek olyan változatosan néznek előben, hogy nekünk az a fontos, hogy tegyük meg azt a lépést, hogy párhuzamosan a szennyvízrendszert is megterveztetjük, hiszen ahogyan hírlik, úgy a most benyújtandó és a nyár végére a brüsszeli bürokraták által elfogadandó reziliencia programból, mint egy később indítandó hármas penedeli programból finanszírozást lehet mai, a dolgok mai állása szerint finanszírozást lehet nyerni erre a víz és szennyvízrendszer elkészítésére. Éppen ezért akkor, mivel Felsőrákosról az elég beszéltünk és azt el tudtuk indítani, szükséges, hogy a többi négy települést is bekapcsoljuk. Az első Vibarszfalva és Bodos, a meglévő baróti rendszer lesz kibővítve, tehát ugyanazt a vizet fogja kapni Vibarszfalva és Bodos is a projekt végrehajtásának a következtében, és az onnan begyűjtött szennyvízrendszer, szennyvíz pedig a mi baróti tisztítónkba fog megérkezni. Ennyi a rövid bemutatás ennek a projektnek. Illetve rátérek a másikra is, hiszen párhuzamos projektről van szó, ez Köpesz Miklósvár érint. Na most az etikiekben a tervezővel való megbeszélés folyamán arról volt szó, hogy csak Köpecet látják úgy, hogy érdemes bekapcsolni, Miklósvár túl messze van és a fajlagos költségek nagyobb. Most viszont mégis egy kísérletet teszünk, hogy ne maradjon Miklósvár se, tehát nyilván, hogy ezeknek a beruházásoknak a finanszírozása, ez nem tud a mi költségünkből történni. Látjuk, hogy csak a felsőrákosi szennyvíz áfa nélkül 6,6 millió lejbe kerül. Pályázat útján pedig, hogyha meg tudjuk szerezni a pénzt, akkor természetesen Miklósvár is legyen benne. Itt is ugyancsak a baróti vízrendszer bővítjük, és ugyancsak a baróti szennyvíz hálózatba kerül a tisztítandó szennyvíz. A harmadik konceptuális jegyzék és tématerv pedig az orvosi rendelőknek helyet adó poliklinika épületének a modernizálásáról szól. Ez a modernizálás magába foglal mindenfajta statikai megerősítést és mindenfajta kialakítást ugyanazzal a céllal, tehát továbbra is családorvosi rendelőknek kell a rendelkezésére álljon. Ismeretes, hogy a tavalyi 5 családorvosból most már csak 4 maradt, és 2 évén belül csak 2 maradt. Ahhoz, hogy új családorvosokat tudjunk Barót területére vonzani, fontos, hogy tudjunk ajánlani valamit. Ennek az ajánlatnak a része, hogy a családorvosi rendelőknek helyet adó helyiségeket modernizáljuk, energiahatékonnyá tesszük. Ugyanakkor a Mansard térben szeretnénk kialakítani 2 szolgálati lakást, hogy ez is vonzáspont legyen. Látjuk, hogy akár csak a környező erdővidéki községekben is nagyon sok hely van, ahol a családorvosi rendelő mellé szolgálati lakást is ajánlanak, és így is nagyon nehezen vagy egyáltalán nem kapnak családorvost, illetve a tágas pincehelyiséget gyógyterápiára, a gyógymasszázsra, tehát mindenképpen a gyógyításon komplementer tevékenység végzésére szeretnénk kialakítani. Bármilyen részletes kérdésnek természetesen állok el híven. Köszönjük szépen! Kérem az Egyes Szakbizottság véleményét. Szakbizottság megtartott és felfogadási javaslatot. Köszönjük a Kettes Szakbizottság. Kettes Szakbizottság. Köszönjük szépen! Valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Hogyha nincs, akkor kérem, szavazzunk róla, ki van mellett a napirendi pont, így a járjúgó tárgyászva elfogadjuk. Egyértelműen köszönjük szépen! A hetes napirendi pont, amit az önök engedelmével betűzünk a meghívóhoz képest, tehát a Translok RT, a
mi tulajdonunkban lévő közszállítási vállalat egy hitelvonal megnyitását szeretné a költségei finanszírozására. Ehhez eddig a törvény azt írta elő, hogy ingatlan garanciát kell nyújtani, viszont a kis- és középvállalkozások garancia alapja lehetőséget ad, hogy 90%-on azt a jelzálog terhet biztosítsa egy garancia levél által. Szeretném megkérni Benedek Csabát, hogy három mondatban mutassa be ennek a határozatnak a lényegét. Itt a megnyitása könnyen tudják, miről szólt rövidenítőt, miről lesz úgy, hogy a hely, jelenlegi helyzet, hogy így érkeznek el a megnyitása. Annyi az előbb ennek az állami garanciával, hogy ő mondja le, és nem, mi kell az utat, amikor a vetünk garanciával, hanem az állami garantia ezt elégzik. Egyéb kedvezmények is vannak, 8 hónapig teljesen kamatmentes, és 8 hónap után pedig minimális kamat leszámolva rá. A helyzet most azt mondja, hogy a gyerekek szállítását az éve teljesen ingyen van, azt még nem fizette senki sem. Ilyen nem kések van a fizetésekben, tehát anyagi gondjaikkal viszünk jelentőben, ami reméljük hamarosan előtt. Tehát röviden ennyire nem jó éve, amiről a hitelünk annak a szükséglete. Én fontos hozzátenni, vállalat társadalmi pénzügyeit érinti, mi, mint a közszállítási vállalat tulajdonosa, mi a jogi lépéskért biztosítsuk, hogy jogilag ők ezt megtehessék. Kérdése valakinek? Egyes szakbizottságból. Köszönjük. Valakinek kérdése, hozzászólása? Hogyha nincs, akkor ki van mellette a napi rendi pontot? Elfogadjuk az előterjesztett formában. A 8-as újonnan betűzött napirendi pont a kórház organogramjának és státusjegyzékének a módosításáról szól, és a pontos jelentősége a következő. Volt egy balneológiai és fizioterápiai kabinet, amelyet szeretnének átalakítani gasztroenterológiai kabinetté. Az orvosi szakmában úgy látták, hogy ez fontosabb ebben a pillanatban, és van is jelenkező, aki be tudná tölteni ezt a fontos állást. És ugyanakkor egy belgyógyászati szakorvos állását számolnák fel, és létrehoznák ezzel a gasztroenterológus szakorvosnak az állását. Tehát a két lépés az gyakorlatilag ugyanazt a célt szolgálja, legyen egy gasztroenterológus szakember a Baróti kórházban, és az organogram és a státusjegyzék ennek a megfelelőben van átalakítása javasolva. Kérem elfogadni. Köszönjük szépen. Szakbizottságot nem? Hármas, nekünk van ez. Hármas, igen. Tárgyaltunk róla, és elfogadásra javasoljuk az előterjesztett formát. Köszönjük valakinek hozzászólása, a napi rendi pontos kérdés. Hogyha nincs, akkor kérjük, szavazzunk. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a napi rendi pontot, az előterjesztett formát. Köszönjük szépen, és akkor az egyáltalán foglalkozunk különfélék hozzásolásokat. A különfélék napirendi pontban néhány hírt kell közölnöm. Jó hírt tudok közölni. Az egyik az, hogy megszületett az a 6-os számú szerződés módosítás, amely a Fejlesztési Minisztériumokkal kötött a Barótvárosi vízszennyvíz és esővízrendszer bővítésére és modernizálására szolgáló beruházásunkat, beruházásunk költségvetését 1.010.000 lejes összeggel megtolja. Emlékeznek rá, hogy január 27-én ezt a tanácshatározatot módosítottuk, egy 2017-es tanácshatározatot, amivel bekerült volt az egyes fázisába a helyfejlesztési programnak ez a beruházás. Akkor az volt az elképzelésünk, hogy megpróbáljuk kiterjeszteni a Kossuth utca hosszában és Libarcfalván keresztül is, tehát a kérésünk az a 10 millió lej volt. Nem ezt hagyták jóvá, hanem azt hagyták jóvá, amivel a tisztító állomásunk harmadik, tehát kémiai tisztítási fázisára szolgáló berendezéseket teljesen be tudjuk szerezni, felszerelni, és ennek a következtében, ennek az év végéig el tudjuk indítani, hogy a tisztított víz a megfelelő paramétereken ömüljön ki a Baró patakába. Tehát erre az 1 millió lej körül összegre nagyon nagy szükség van, évek óta nagy szükség van rá. Még 2009-ben, amikor megtörtént a romániai jogrendszer harmonizációja az európai uniós jogrendszerrel, még akkor jelezte a vízügyi hivatal, hogy csak abban az esetben adja meg a működési engedélyt, hogyha ez a harmadik tisztítási fázis is beleszépítve. Fölvettük a kapcsolatot a kivitelezés végző céggel,
és rendelkezésre állnak az anyagok, a gépek, amivel ezt megvalósítják a nyár folyamán, úgyhogy év végére az új tisztítási fázissal együtt engedélyezett szennyvíztisztító kéne legyen. Ez azért is fontos, mert egyrészt pontot tehetünk egy 14 éves beruházás végére, másrészt pedig azért fontos, mert hogy az összes többi szennyvízhálózat bővítésünket erre a szennyvíztisztító állomásra alapozzuk, ide kell összegyűjtsük a többi településünk szennyvízét is, mert gazdasági szempontból a beruházás működtetése annál olcsóbb, annál egyszerűbb, jogi és műszaki szempontból, de pénzügyi szempontból is minél kevesebb tisztítóállomást működtetünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó hír. Ennek a konkrét következménye az, hogy a következő tanácsülésre elkészítjük annak a dokumentációnak azt a dokumentációt, amelynek az alapján egy közvetlen alkut folytatunk le a kivitelezési szerződés értékének a emeléséről a kivitelező céggel tudják befejezni és tudjuk átvenni. Egy másik nagyon jó hírt kell közöljek, a környezetvédelmi alap a héten 17-én hirdette meg a pályázati eredményeket, és ezáltal Barót 6 településének a közvilágítása, teljes felújítása előtt megnyílik az út. Ez pénzügyileg azt jelenti, hogy 816 ezer lej visszanemtérítendő támogatást fogunk kapni a környezetvédelmi alaptól, amihez 341 ezer lej önrészsel kell hozzájáruljunk, és szeretném kifejezni a köszönetemet a volt előző önkormányzatnak, és személyesen Lázár Kis Barna akkori polgármester úrnak, hogy a tavaly augusztus beletették ezt a pályázatot, megnyertük, ennek eredményeképpen 935 villanyoszlopon cseréljük ki a mostani, bizonyos szempontból elavultnak számító világító testeket új, energiatakarékos LED égőkre. A megvalósíthatósági tanulmány szerint, amelyet a tavaly végzett a szakcég, ezáltal a költségeink 40%-kal csökkennének a közvilágítás tekintetében. Ugyanakkor minden egyes oszlopon lenne égő, amely pillanatnyilag nincs így, tehát ebben a pillanatban 770 oszlopon van égő és 175 oszlopon nincsen. 165 oszlopon nincsen. Tehát ez két jó hír. Nyilván, hogy kötelezettségekkel is jár, mert hogy ezt a 340 ezer lejes őrészt az eredeti költségvetésben nem foglaltuk bele. Azért nem foglaltuk bele, mert nem lehetett tudni, hogy pontosan mennyi összeget hagynak jóvá, ugyanis az igényelt összeg 920 ezer lej volt, 916-ot hagytak jóvá. Most meg fogjuk keresni azokat a forrásokat, amelyek erre szükségesek. Ez a procedurális ügymenetet nem fogja érinteni, hiszen ebben a pillanatban azt kell tennünk, hogy le kell szerződjük a műszaki tervet, mert ugye eddig a projekt megvalósíthatósági fázisig volt elvéve. A műszaki terv elkészítése után építési engedélyt kell kiváltanunk, és meg kell hirdessük a licitet, aminek a lezajlása 2, de inkább 3 hónap, hogyha minden jól megy. Tehát azt jelenti, hogy valamikor az ősszel jutunk oda, hogy kivitelezésre sor kerülhet. Maga a kivitelezés nem egy bonyolult dolog, tehát csak égők cseréről van szó. Emberi számítások szerint, hogyha a kényes pontban, a licit fázisban nem lesz fennakadásunk, akkor év végére ezt a projektet be tudjuk fejezni. Amúgy a határidő nem sürget, mert a finanszírozó szerződés ez jóval hosszabb időre fog szólni. Úgyhogy reméljük, hogy az elkövetkezőkben lesznek olyan plusz bevételeink, amellyel ennek a projektnek az önrészét tudjuk finanszírozni. Apróbb dolgokra térve elindult a piacnak a felújítása. A saját erőből levontuk a piacot, amit nem tudtunk, amit nem volt érdemes elraktározni, azt ócskavasnak minősítettük. Volt, amit félreraktunk, még le kell bontsunk egy adott épületet, amelyet elhelyezünk a sportbázis területén, és ott tudjuk tovább használni. A kivitelező a héten nekifogott a munkálatoknak, őszig meg kell legyen a piac új épülete, addig átmenetileg egy szerda délelőtti forgalom átalakítást léptettünk életben a Béke utcában, hiszen a Béke utcában zajlik a piaci tevékenység, de most már két szerdán túl vagyunk, és úgy látjuk, hogy a két tevékenység egymás mellett megfér, és különösebb fennakadást nem okoz. Egy másik dolog, hogy a saját erőnkből tudtuk folytatni a Miklósváron az elkezdett átereszek berakását, és folytatjuk mindaddig, amíg berakjuk az összest, bebetonozzuk a
két hídfőt, az átereszfőt, hogy legyen stabil a közlekedésre. Olyan helyre is tettünk átereszt, ahol eddig nem volt, de nagyon nagy szükség volt rá. Tehát a csapatunk, ahogy az idő engedi, mert látják, hogy majd minden másodnap esik az eső, ezzel addig foglalkozik, amíg mindenütt megoldjuk. És még egy másik dolog, hogy Felső Rákoson szintén nekifogtunk az utak rendbehozásához. Ez azért tudott megtörténni, mert hétfőtől alkalmazottunk van, aki kimondottan a gréderre képesítéssel rendelkezik, tehát tudja és szabad is vezetni ezt a járművet. A grédert is felújítottuk, hogy tudjunk dolgozni vele, és a Zöld Út Kft-vel, aki végezte a vízvezetést, karöltve nekifogtunk az utcák megegyengetésének. Először megréderezzük, meghengereljük, kavicsot, vagy pedig más építési hulladékból származó, de erre a célra teljesen megfelelő anyagot viszünk oda. Még egyszer megréderezzük, hogy a profilját alakítsuk ki az utaknak, és megint meghengereljük a végén. Ezáltal úgy gondoljuk, hogy a körülményekhez képest megfelelő kövezett utcákat tudunk kialakítani, és nyilván folytatjuk a többi településen is. Valamint utána következik a sáncásás, és ott is még újabb átereszek betevésére kerül sor, azért, hogy ezt az elvégzett munkát egy esetleg esőzés, vize ne tegye tönkre. Én magam ennyit szerettem volna különfélében mondani, és akkor állok a képviselő társak rendelkezésére. Köszönjük szépen! Ha valakinek kérdés, akkor már csak különfélében hallgatnak meg. Polgármesterület szeretném megkérni, hogy Gendegekből a hatáskörébe tartozik, de az a 122-es útnak a felújítása, ami most zajlik, a Balut kerülő útjáról van szó. A felső hídat, úgymond a bányahídat, azt ugye már elég régen kezdték javítani, ott a munkáltak megálltak, a polgármesterület úgy hallottuk valamit ezzel kapcsolatosan, és ezt azért is kérdem, mert a másik utat, amit javítanak naponta, százszámra mennek át kamionok a városon, amíg múlt ugye volt szó arról a fekvő előnök, hogy akkor mennyire biztonságos a közlekedés való város területén. Szerintem egyáltalán az, hogy ezek a kamionok átvannak a városon, és hogyha lehetne ezt egy kicsit megsőgetni, hogy talán nézni, hogy mit történik ott azzal, hogy ez a kamion forgalom kerüljön ki a város területén. Tud valamit, vagy hogyha nem tud, akkor az a kérdésem, hogy én már megtettem a megyei tanácsát, hogy ezt a kérdést, de hogy a forgalmas is tudna ebben segíteni, hogy ez mindig van valami. Igen, annyit tudok mondani, hogy januárban a megyemenedzser itt volt, és pontosan 122-es útnak és a 131-es útnak a folyamatban lévő munkáira beszéltünk, és kérdezték, hogy mi a prioritása a mi számunkra, és elmondtam, hogy nekünk a legnagyobb prioritás a Felső Bánya úti hídnak a rendbehozása, mert hogy az Alsó Bánya úti híd kiesése nem okoz olyan nagy problémát, mint a felső ugye lakott környezetben esik, és nagyon leterhelte, és nagyon sok panasz volt, jogos panasz volt a télen. A Felső Víz utcai lakók, tehát a hídtól, a két híd közötti lakók között, hogy az ottani forgalom megtisztereződött, és azt az utat, amely erre nem volt felkészülve, semmiképpen, műszakilag sem, azt nagyon leterhelte. Ott közben már a tavasz folyamán is javításokat végeztünk, lecsapoltuk a vizet, de a lényeg, a hídnál jelentős előre menetelt nem tapasztaltunk, mindegyik, akik ismerik. Én ezt megismételtem az elmúlt napokban ugyancsak, de úgy látom, hogy az egész 122-es út, tehát ami Málnásfürdőtől tart, az Ágostonfai keresztútig kivitelezéssel valamiért hadilábon áll. A tavaly nyáron ősszel tapasztaltunk egy nagyobb lendületet, de ebben az esztendőben egy pár ember lézeng a kivitelezés helyszínén nincsen. Tehát a frakcióvezető úrnak az elképzelésével az enyém teljesen egybeesik. Szerintem is az volt a legfontosabb, hogy azt a hidat fejezzék be és adják át, mert a város lakosságát közvetlenül, főleg akik ott laknak, az érinti. Tovább is meg fogom sürgetni ezt a dolgot. Köszönjük. Valakinek kérdése? Patronus? Ezt a témát, amit felvetett Pál tanácsos úr, kibővíteném azzal, hogy amint látjuk, 60-70 tonnás autók mennek keresztül Barótvároson, amelynek a főútja nem erre volt tervezve. És ha így halad tovább, akkor tönkreteszi az egész város alatt és az útat, nem beszélve, hogy az alsó híddal egyáltalán nem foglalkoznak. Tehát arra fele sem mentek, szétbontották, várják, hogy legyen jobb világ.
A csúcs az egészbe, hogy a 7,5 tonnás tiltó tábla ki van téve. Ezt íberelve a rendőrség megállít, ha véletlenül valaki nem kap parkolót, egy rossz helyt áll meg, megállítsa, büntet, stb. És a 60 tonnás kőszállítókocsi, amelyik Málnásról viszi Brassóba, nem megy Málnástól Szentgyörgy felé Brassóba, mert ott mérlegek vannak. Málnásról mind itt járnak Brassóba, és tönkre teszik ezt az utat. Tehát azért kell odafigyelni egy picit erre. Tudom, hogy általában itt nekünk az a gond, hogy minden a megyei tanács, a megyei tanácstól függ, stb. Stb. Az egészben az, hogy a megyei tanács nem jön ide, hogy meghallgassuk, mi nem mehetünk a megyei tanácshoz, és így van egy szakadás. Ez pontosan olyan, mint például Köpecen, a Nagykanyarba illene kicserélni azt a tükröt, ami végső soron nem tükör, mert az egy fényes lemez, amelyet meghúzattak, és a nagyobb autókkal nagyon nehéz, még kicsikével is elmenni. Mindent, ami az úttal kapcsolatos, azt próbálunk a megyei tanács, mit tudom én, felelősségére hárítani, de amint hallottam, a megyemenedzser januárban volt itt, és most május végén vagyunk. Tehát ha ennyire össze vagyunk kötve, ha ennyire függünk egymástól, akkor egy kicsit szűkebb kollaborálás kéne, és gyakrabban történne ez a kollaborálás. Tehát nem tudom, hogy ez a 7,5 tonnás tiltó táblák mellett a rendőrség ezzel nem foglalkozik, csak azzal, hogy az útszélén állítgatnak, néznek, és kijön a rás. Én egyetlen egy ilyen 60 tonnás kocsit nem láttam megállítani, hogy a ráros a rendőrrel együtt félrehúzatná, és megnézné, hogy ez tulajdonképpen 60 tonnai vagy 80. Ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Köszönöm. 122-es, 131-es út a bányalúttal együtt ez, telekönyvileg, tulajdonjogilag, adminisztrációs szempontjából a megyei tanács tulajdon. Én felhívtam a figyelmet, a prioritás listába is megkértem, hogy a legfontosabb lenne a felső bányaúti híd, és attól arra fele pedig a mi adminisztratív területünkön legalább az útnak a javítása. Mindenki látja, hogy valamilyen a kivitelezőnél történő menedzsment probléma, likviditás hiány áll fent, tehát csak egy pár ember lézeng, de nincs szerződéses viszonyunk azzal a céggel. A megyének többször említettem, gyakorlatilag legalább két hetente találkozunk valamilyen úton, módon, és mindig ezt megemlítem, de azt látja mindenki, hogy ez egy általános probléma. Tehát mondom, az Ágostonfavi hídtól Málnásfürdőig ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet, nem barót van ebből valamilyen képpen kihagyva, elhanyagolva, hanem ugyanez a helyzet az egész munkaszakaszon. És közvetlenül nekünk nincs ráhatásunk. Közvetetten megtettem, amit tudtam, szóltam, kértem, igényeltem. Kiegészítem azzal, hogy azért annyi hatásunk volna, például most, amikor jöttem fel a Bányai keresztútnál, ott állt a rendőrautó, a hölgyemény, nézte, és az olyan gyengébb lélegzetű kicsi autókat húzatta félre. A 60 tonnás teli kővel az mehetett, tehát azt nem állítsák. Meg függetlenül, hogy pont ott van a 7,5 tonnás tiltó tábla. Ez már nem a megyei tanács, hanem úgy tudom, hogy Barót város vezetőségének a hatáskörébe tartozik, a rendőrséggel karöltve. Egy megyei útról van szó, tehát a Szabadságút és az Kossuth-Lajos út is megyei út, nem a város utcája. Csak a felső Kossuth utca a város tulajdon. Ott is keresztül kell jönni. Igen, tudomásul vettem. Tehát Barót fő utcán, a Kossuth-Lajos utcán, a régi benzinkúttól a mostani használt benzinkútig keresztül kell jönni, mert nincsen más utca. Köszönjük szépen. Valakinek egyéb kérdése? Igen, nem kérdésem lenne, hanem tisztelni szeretnék egy dolgot, és ezáltal a sajtó újságíróknak pontosabban a figyelmét szeretném felhívni, hogy én kétszer kérem meg, de inkább a Háromszéknek, a Hecsel László úrnak címzem ezt a dolgot, hogy amennyiben nem úgy írja meg a cikket, ahogy elhangzik itt, és ezt minden újságírónak mondom, te csak kétszer kérem meg. Először és utoljára már a következő civil pert fogok kezdeményezni. Tehát az előző tanácsülésen
pár szülő jelezte, hogy ugye fekvő rendőrökre, vagy valamilyen lassítási formára lenne szükség Barót bizonyos pontjain, tehát a Rózsa téren ugye a napközi előtt, és a Kossuth Lajos utcába, ugye, és a Kossuthon fent, a tanuló klubjától egészen a baptista templomig ott vannak ugye gyorshajtók. Én így is kezdtem, tehát vissza lehet hallgatni a tanácsülést, én így kezdtem, hogy pár szülő kezdeményezése, tehát kérésére. Ha nekem nem az a dolgom, mint tanácsos, hogy elmondjam azt, amik problémák, akkor én nagyon sajnálom, de a következőkor nem így fogok eljárni. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. Valakinek még szabad az értékbecslés, tehát mi szerződtettünk értékbecslőt, megtörtént, tehát az egyik terület a bölcsőde helyszínek szolgáló 4523 négyzetméter, küldtelek ebben a pillanatban, felértékelés megtörtént, négyzetméterenként 3,77 euróra értékelte fel, 83560 lejről szól ennek a 4523 négyzetméteres teleknek a része, ez az RP tulajdonok. A másik telek vásárlása Pitler Alpár és Anett tulajdonában van, 6272 négyzetméter a szennyvíztisztítóval szemben, ezt az értékelő 23500 lejre értékelte fel. Mivel mind a kettő beltelek, jövő héten el fogják indítani a tulajdonosok, mind a kettő kültelek, a labda a tulajdonosoknál van, tehát ugye a kültelkék eladását egy törvényes procedúra szabályozza, jövő héten fogják indítani a kültelkék eladásának a módozatát, egy elég bonyolult 7 körben elővásárlási joggal rendelkező személyek, szervezetek feltérképezéséről van szó. Tehát, amit meg tudtunk tenni, azt megtettük, most jönnek ők, az eladás és a vásárhoz meg fog történni ennek az alapján. A költségvetésben jóvá hagytuk az összegeket rá, tehát ez teljesen egészében rendben lesz. A másik, hogy beszéltünk, akik az övezeti rendezési tervet készítik el, ennek is a jövő héten fognak neki, hogy a bölcsődénél azt a területet feltelkesítsük, de nem csak a mi területünket, hanem akkor már észszerű, hogy a város most már több mint 10 éve beltelekként szolgáló területét összekössük azzal, amely a Varrodának indult épület körüli területi beltelkesítését illeti, tehát gyakorlatilag a két beltelek között lévő területeket mind bevesszük beltelekbe. Még egyszer hozzászólnék is ennek kérdésünk a polgármesterhoz, ez most már kimondottan valótról szól, hogy a kérdésünket jelenti. A tél elmúlt, az is nagyjából elmúlt, tehát az utak alkotányért most már biztos, hogy mondjam, a tél miatt nem rosszabbodik. Úgy javítása, hogyha vannak már valami felkészülések, vagy szerződést talán arra azokat a cégekkel, akikkel ilyesmit foglalkoznak. Itt elsősorban a Felső Kossuth utca érdekel, valamint a Vajta, most már a Parufelás körülre elveszem azt a területre, és megkérdem, hogy a Bodosi Bekötő úttal is arra van valami remény, hogy azon javításokat végezzen, mert sajnos előtt a szalagot, akár is ott az aszfalt, nem most a utóbbi napokban, de a helyzetre az nem valami. Igen, tehát már több mint egy hónapra kaptunk egy átiratot a rendőrségtől is, hogy a város és falvi területén lévő aszfaltozott utakon az öröket számoljuk fel, ami a megyei tanácshoz tartozik, értesítettük, és ami a saját aszfaltozott területeink, azokat neki fogunk és megoldjuk a következő hónapban. Eddig még nem fogtunk neki, az aszfaltozott cégek sem a Kovászna megyében, akik ezzel foglalkoznak, még nem fogtak neki aszfaltozásnak, sehol tudtom a megyében, tehát még nem ütöttek aszfaltot, nem keveltek aszfaltot. A helyzet ismerős, tehát például pontosan tudom, hogy 42 lyuk van a Bodosi úton, mert amikor felfelés választásba jöttünk haza, akkor megszámoltam. Nekünk van egy aszfaltvágógépünk is, amit beszereztünk, és valószínűleg az lesz, hogy lyukaknak a kitisztítását elvégezzük mi, és akkor csak az aszfaltozásra kérjük meg, minél olcsóbban szeretnénk megoldani, és napmelegébe, tehát nem ősszel,
következő egy hónapban az összes gödröt, tehát kátyút, ami aszfalt területen van, betömjük. A kövezett utcákat pedig, ahogy elkezdtük Felsőrákoson, úgy fogjuk végigvinni minden településen. Valakinek még kérdése? Hol van elés most? Én azt szeretném kérni, hogy a mesteret, hogy a Mazai útok legalább évente egyszer a tétlenetnek. Szerencsére van most szakemberünk, aki gréderes, és ahogy a Báltákák utcája, tehát a belső kövezett utcákkal végzünk, úgy fogunk menni természetesen a Mazai útokra, és veszük fontossági során be, meg fogjuk ezt tenni. Tápon utca, ahol van, és nincs semmi, a többször kívülült utca, ahol melyik oldalról? Az illenső oldalról, tehát amelyik mondjuk ott Dardalpár felé megy, ott olyan keskeny, hogy szerintem nem is fél el sánc. Az egész út hallani. Amikor más ilyen kerülő szabadalasson, akkor pontosan olyan vágkésű, hogy amikor lesz 60-80 mindenki térül, akkor, az egész falu nagyjából az útra esen. Tehát mi azt szeretnénk, azért szereltük fel az év végén a buleszkavátorunkat, hogy ahogy az időnk engedi, úgy megyünk végig is, az egyiket a másik után csináljuk. Az a gond, hogy a feladathoz nem vagyunk túl sokan, nem vagyunk elegen. Most ebben a pillanatban ugye több mint két hete a zöldövezeteket kell karbantartani, kaszálni, nem elegendő. Rengeteg munkánk van, az alpolgármester ezt tudja jól, de elindultunk, van gréderesünk, nagyon fontos. Van felszerelt buleszkavátor, nagyon fontos, egyiket a másik után csináljuk a lehetőségek szerint. Köszönjük szépen! Nekem is lenne a programszerhez két kérdésem. Tehát az egyik, minden tavasszal szoktunk a falu, tehát falukba is, nem csak a városon, ilyen kisebb gruppok a világokat ültetni. Igen. Tehát az a kérdésem, hogy ezek a világültetések, mert látom a falukon se történtek még meg, tehát itt Baróton is látom, ahol a gyógyszertárányat ott hosszan ott is még elég gazdasak ott a parkerőző mellett ezek a virágokok. Tehát ebből az idén valami rá tehát várhatunk, tehát lesz virágültetés. Ez az egyik kérdésem. És a másik a garázsokkal kapcsolatosan a piacnak. A piac felújítása, ott keresett meg egy lakó, hogy egyet érdeklődjek, hogy tehát nem tudnak sem, nem tudják sem megközelíteni most, hogy a piac fel van térve a garázsai az autókkal. Szerdai nap azt mondja, még ott a hátul az utca, hogy megállom, hogy ott vannak a piacosok. Tehát kérésük az lenne, hogy esetleg itt az üzletkötőközpont fele. Tehát az utat felszólítani, hogy tudnának utólag is kiállni, hogyha a piac vélek azután le is lezárulja, meg úgy csak, akkor tudnának közlekedni, mert azt mondja, hogy a garázsban nem tudják elérni segnek közelíteni. Keskenyek az udvarja, hogy nem tudnak bemenni a utóval a hátra. Ezt kérték, hogy túl nagy csapatolás, amit erre egy valami megoldást lehetne-e találni. Az első kérdésre válaszom, a tegnap előtt volt a megbeszélésünk a polgármester úrral és azzal a kártészettel, amelyik eddig is foglalkozott az zöldövezetekkel, megállapodtunk, a polgármester tudja igazolni, jövő héttől kezdnek neki ezeknek a zöldövezetek, illetve a virágnapoknak a felújításáról. Megállapodtunk, hogy mennyit, hol, milyen típusú felújítások történnek, ezen kívül meghirdettük, hogy tömbházonként 20 virágot mindenki igényelhet a kertészettől, amit mi kifizetünk, és azt elültetheti, és ebben benne van falvak, iskola, kórház területén is néhány virágnak a kialakítása. Elmondom őszintén, hogy nagyon sokat nem tudunk, de úgy nagyjából az eddigi évek mércéje, ugye a polgármesterről úgy beszéltük meg, bővíteni még nem tudjuk, mert hogy az egész költségvetésünk szabad részét most ugye felhasználtuk a tervekre, hogyha ezek a pályázatok beérnek jövőben, azután lesz nemében, akkor többet tudunk a működési költségekre, de most nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy a fejlesztésre helyezzük a hangsúlyt, nagy a működésre, de egyszer mint száz lesznek, jövő héttől lesznek. A tulipánhagymákat látták itt a város központjában, azt adományból kaptuk a tavaly egy cégtől, a Jurtaprottól, aki a filát átvette Köpecen, és azoknak most kiszedjük a hagymáit, elraktározzák a kertészek, és jönnek a nyári virágok. Ami a piaci garázsok megközelítés, ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés. Miért kényes kérdés? Azért kényes kérdés, mert hogy úgy képzelték el, akik a piac túlsó felén laknak, hogy a piac mindig átjáróház lehet, de ez nem lesz átjáróház. Tehát a piacra van nekünk egy projektünk, azt a projektet az előző kormányzat jóvá hagyta.
azt leszerződött a vidékfejlesztési igazgatósággal, és én pontosan centiméterre úgy fogom végrehajtatni azt a projektet, ahogy jóvá volt hagyva az előző önkormányzat által. Nem tudom, hogy érkezett-e az előző önkormányzat jóváhagyási fázisaiban valami olyan megkeresés, hogy az ottani lakókkal konzultáltak volna, ki hogyan képzeli a kiárás-bejárást. A másik engem is kerestek meg személyesen, és akkor azt mondtam, hogy rendben, tessék hozni azt az építési engedélyt, amelyikkel felépítette azt a garást úgy, hogy a piacon keresztül volt megoldva, és senki nem nyerik meg ezzel. Tehát azok az épületek, amelyek a piac körül helyezkednek el, fele részben legalább nem rendelkeznek semmilyen építési engedéllyel, azzal együtt a mi közterületünkön vannak felépítve, tehát bármelyik pillanatban mi felszólíthatjuk, hogy bontsák le, vagy pedig lebontathatjuk mi. A másik, senkinek nincsen olyan irata, amivel tudná igazolni, hogy ő a piac területén keresztül tud járni, vagy akár a garázsának a piac területe fele néző bejárata szabadott volna megépülni. Tehát ezt a piackérdést teljesen a projekt szerint nézzük, a projektet végrehajtjuk, és az egyéb dolgokat, hogy ki hol jár be, hol jár ki, azt a piac területétől való eltekintéssel kell megoldjuk. Tehát ez világos. És nem én hozom ezt a megoldást, az előző kormányzat így hagyta jóvá ezt a tervet, erről határozat van, a FIT terv így készült el, finanszírozási szerződés így lett aláírva, és ez befújt. Valakinek még kérdés, hozzászólás? Hogyha nincsen, akkor megköszönöm szépen mindenkinek a részvételt a mai gyűlésen, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes ünnepeket. Én is megköszönöm a képviselőknek a részvételt, és megkérem, hogy a következő pár percben, hogyha még annyit tudnak maradni, hogy a fiatalokkal, akik érdeklődve végignézték nagy részt ezt a tanácsülést, még hogyha a kérdéseikre, ha vannak, akkor tudnának felelni, mit jelent egy önkormányzati képviselő munkája, milyen felelősséggel, milyen jogokkal jár, miket vállalnak fel. Egy pár percet még szálljunk rá, elfogyasztunk egy kicsi ropit meg egy pohár üdítő mellett. Köszönöm szépen, kellemes délután, szép hétvégét kívánok!